Lánc és lakat került ma minden cegrédi játszótérre. Itt a Kossuth-Ferenc utcai játszóteret délután 2-kor zárták le. Mai nappal az összes játszóteret és labdázót le kellett zárnunk a járványügyi helyzetre való tekintettel. Ugye ez nem öröm számunkra, és nem öröm senki számára sem, de bízunk benne, hogy ez az intézkedés is hozzásegít ahhoz, hogy ez a járvány ne tudjon tovább terjedni. 2 darab játszóteret nem tudunk lekeríteni, ebből az egyik a nagyobb forgalom ugye a Bajcsy-Zsilinszky téren van, a szalaggal zártuk le, és a Gobudi kertben is van játszótér, amit nem tudunk lezárni, de itt is kérjük a lakosságot, hogy tartsák be ezt az intézkedést. A játszóterek mellett az elkerített sportpályákat is lezárták. A Várva Kft. Ügyfélfogadási rendje is módosult a járványveszély miatt, tette hozzá Mótyán Krisztián. Kérjük mindenkit, akinek ügyintézni valójában a Várva Nonprofit Kft.-vel az elektronikuson vagy telefonon tegye meg. Fenntartjuk továbbra is a személyes ügyfélszolgálatot, de csak kifejezetten indokolt esetben és előreegyeztetett időpontban tudjuk fogadni az ügyfeleket. A piac üzemeltetési ideje azonban nem változik. A szokásoknak megfelelően teljes nyitatartási időben várják a vevőket, mondta az ügyvezető.